A messzi idegenben ötletgazdája és szerzője Dévida Júlia újságíró. Sok órás beszélgetés eredményeként született meg a hiánypótló könyv. Nagyon pozitív a fogadtatás. A könyvbemutatókon nem csak idős emberek jelennek meg, hanem sokszor fiatalok is. Nagyon sok fiatal nem hiszi el, hogy megtörténtek azok a dolgok a nagyszüleikkel vagy a dédszüleikkel, amikről szól a könyv. Ugyanakkor vannak idősebb emberek is, akik viszont könnyekkel a szemükben jönnek oda hozzánk a könyvbemutatók végén, és elmesélik, hogy a saját családjukban édesapjuk, apósuk, rokonuk, közeli rokonuk, testvérük ugyanezt a kálváriát élte át. Az akkor 14 éves Kántor Zoltán Levente története 1945. februárjában kezdődött, amikor hadtársával vásárútról vonattal Győrbe vitték őket. Marha vagonyokba pakoltak be bennünket, és indítottak Németországba. Ott valójában hajtottak bennünket gyalog. Éhen, szomja. A háború végén amerikai, később angol és szovjet hadifogságba kerültek. Majd Prágán keresztül egy Pozsony melletti fogolytáborban kötöttek ki, viszonylag közel a Csallóközi vásárúthoz a hazatérés reményében. November 28-án adtak egy kis kártyát, hogy mehetünk. Kinyitották a kaput, és fölültünk a Csallóközi vonatra hatan, és úgy jöttünk haza. Hazajövetel albári állomású gyalog röpke ideig tartott. A Dunaszerdai Karácsonyi Minikönyvfesztivál úttörő kezdeményezés. Az elképzelés ezúttal az volt, hogy műfajtól és stílustól függetlenül szinte mindenféle műfajú könyvet felhalmozzunk itt, hogy mindenkinek, jószerével mindenkinek tudjunk valami érdekességet kínálni. Ami azt jelenti, mivel családi rendezvényről beszélünk, rengeteg gyerekkönyvvel kezdünk, történelmi regényeink vannak, tényirodalom, publicisztika, az Athénaeum kiadónak szinte az összes 2018-ban megjelent könyve itt van, a mesekönyvek, a manókönyvek kínálatából származnak, és hát természetesen a ma fellépő írók, azaz Benyák Zoltán, Szuroveckit és jó magam. Benyák Zoltán író műveit prezentálva többször járt már Dunaszerdahelyen. Ezúttal az Utolsó emberik című történelmi kalandregénye bemutatóján vett részt. Nekem az az elvárásom, hát inkább csak a reményem, én úgy fogalmaznék, hogy minél több olvasóval tudok találkozni ilyen helyeken, be tudom mutatni a könyveimet, és remélem, hogy sikerül érdeklődést generálnom a könyvek iránt, és olyan olvasókat találok, akik szeretni fogják a könyveimet. Az első Dunaszerdahelyi Karácsonyi Minikönyvfesztiválon a játék és a zene is szerepet kapott. A rendezvényt olyan műsorok színesítették, mint például gyermekmesefoglalkozás, társas játékvetélkedő, rockkoncert és három könyvbemutató.